Vasiljevic. Vasiljevic teszi be. Így jön össze a második újpesti gól. Itt jön a beadás Vasiljevictől. A mozdulat, őszinte leszek, nem csúnya. Ez a megelőző fejes, csak az a nagy probléma, hogy ez a saját kapujába ment. Vas Patrik, Nagy Tibor hozza még vissza. Vezet az MTK, Torgelle Sándor csak csinálhatta volna jobban. És itt, amikor már látszólag minden oké, egy hihetetlen mozdulat Szekerestől. És 180 fokos fordulat, nem csak a meccsben, hanem abban is, ahova akarta rúgni Szekeres, és ahova végül ment a labda. Öngól! Öngóllal egyenlít az MTK. Stressik volt az talán? Hát ha ezt egy támadó csinálja, akkor azt mondjuk, hogy gyönyörű megmozdulás. Igen, úgy tűnik, hogy Marek Stressik volt az. Csúsztat. Sivác! Sivác! Beveri! Milyen öngól, te jó ég! Helyezkedési hibák, ügyetlenkedések sora az elmúlt percekben hátul a debrecenieknél. 83. perc, Bertusivel középre, és most érdemes lesz nagyon figyelni, Bacelic Grigis varázslatos mozdulattal fejelt a saját kapujába, így ismét a Paksnál volt az előny. Bertus labdája jól jött befelé, Barta jól fejelte be, és hát Bacelic Grigic teljesen érthetetlen, amit csinált. Talán még Horváth Tamás kapus sem hitte el, hogy ez a saját kapuja felé érkezik, pedig bizony ott is landolt így 3-2-re. A Paksnál volt az előny. Kővári Róbertről kell majd még egy pár mondatot említeni, akifelé pont most jön a labda. Hoppá! Öngól! Egy-egy Mateos lábáról. Egy hete ünneplő játékos. Felé jött a perdítés, és Mateos. Jóval teljesen tehetetlen az esetnél. Erre alig ha számíthatott, hogy a védő így meglepi. Tökéletes kivitelezés támadó szempontból, mert úgy emelte át Javát, hogy esélyesen volt. Ennyit nem lehet kezelgetni. Valasek még beteszi, Jován. Gól. Plókai rúgott egy gólt. Vezér még kiáltott is, hogy övé a labda. Plókai azonban a kapus mellett, épp be a sarokba. Szépít a Vasas egy kispesti góllal. Pavicevic középre tartó labdáját megkaparintotta a kapus. Itt némi zavar a védekezésben, és egy öngól! Hihetetlen! Todorovic saját kapujába lövi a labdát. Nézzük, itt van. Fölívelt labda. Jó a továbbcsúsztatás. És Todorovic, hát teljesen érthetetlen, amit csinál. Rettentő rosszul ért hozzá. Nem is tudom, mi volt a szándéka. Kirúgni az alapvonalon túlra. Hazaadni, de hát hogy adná így? Nem, egyszerűen felfoghatatlan itt, mit csinált Todorovic. Ez még jó lehet. Nyicsenkóhoz pattan vissza, Nyicsenkó, lengyel, Bírók Szabolcs, és egy öngól! Úristen, micsoda öngól! Szinte hihetetlen, Tokodi. Egy óriási tréd, Bíró Szabolcs,
Tokodi pedig megnézi a sarkot és belövi. Hát ez ritkán látható pillanat. Itt a kipattanó, és minthogyha a Duna Fair kapujába rúgná. 2-1-re vezet a második félidő 5. percének végén. A Duna Fair egy ritkán látható góllal. Mesteri csavarás, csak a rossz kapura. Már óriási bravúrja, és van még egy! De szerint micsoda öngól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz. Hát ilyet nem nagyon lehet látni. Koller leveszi a csapatkapitányi karszalagot, és elindul az öltöző felé. Ő neki nincs kedve folytatni. Hát hihetetlen, érdemes lenne végignézni a fehérvári játékosokat most egyesével. Sitko a felező vonalon ül, mások a 16-osnál, és mindannyian a fejüket fogják, legalábbis a rutinosabb labdarúgók közül. Ők még ilyet nem nagyon láttak, talán egyszer az Újpest pályán valami hasonlót Tokodi Tibortól, szegénytől. Ez hihetetlen. De vajon mi lehetett az elképzelése Gyuricának? Nem tudom, hol akarta rúgni a labdát. Atyavilág.